Üdvözlet! Remélem hasznosnak találod ezt a videót, és amennyiben igen, az infobubble.hu weboldalon számos ilyen és ehhez hasonló tartalmat találsz. Arra kérlek, hogy oszd meg ezt a videót és lájkold, hogy több emberhez eljusson ez az üzenet, és találkozunk az infobubble.hu weboldalon. Ez egy másik beszélgetés műsor, ahol az a kérdés, hogy mi a legnagyobb fenyegetés az emberiségre nézve. To the biggest threat right now is population collapse. És a legnagyobb fenyegetés az a népességnek az összeomlása. The super low birth rate. Ez az alacsony születési szám. Don't we have an overpopulation problem? No. Ugye nincs nekünk egy túlnépesedési problémánk, és azt mondja, hogy nem, nekünk nincsen ilyen problémánk. An underpopulation problem. Really? Hanem sokkal inkább alacsony a népessége, a születés száma persze, amire gondol. Yeah. Why so this is the most commonly misunderstood situation. Yeah. Ez a legfélreértettebb szituáció, ami csak létezik. They definitely push that we have overpopulation. Yeah, why is that? No. What we face is population collapse. Amivel szembe kell néznünk, az a lakosságnak, az a népességnek az összeomlása. Huh. Collapse. Like people have no idea how fast population is going to collapse. Japan is pretty far along. El se tudjuk képzelni, hogy milyen gyorsan összeomlik a népessége egy régiónak, hogyha nincs meg a megfelelő szám, ezt akarom mondani. That, like Japan actually lost like 600,000, went down by 600,000 people last year. Japánban a népesség 600,000-rel csökkent az előző évben. 600,000-rel egy év alatt. Az 10 év alatt 6 millió. 10 év alatt az 6 millió ember, 50 év alatt az 30 millió lenne, de ugye nem így működik, hisz ahogy öregszik el a lakosság, úgy egyre jobban hullanak az emberek. Why are we spewed with all this BS that yeah, we're overpopulating, but the population's growing, right? Szóval miért akkor áramlik mindenhonnan az, hogy túlnépesedés van? Mert ugye az növekszik. No, it's not. Nem növekszik. Like one thing to metric to track is the ratio of adult diapers to baby diapers. És ami nagyszerűen mutatja ezt, az a felnőtt pelenka, illetve a gyerek pelenkának az aránya. Like, at what point does a country have more adult diapers than baby diapers? Hogy melyik az a pont, amikor átfordul és több felnőtt használ pelenkát, mint gyerek. Most ez viccesnek hangzik, de időskorban egyszerűbb ellátni az embereket, hogyha használják a felnőtteknek való pelenkát. És hogyha az túl átlépi azt, ez egy nagyszerű mutató, hogy összeomlik a népesség. And like Japan went past that point over 10 years ago. És Japánban ez 10 éve elérték ezt a pontot. 10 éve Japánban már több felnőtt pelenkát használnak, mint gyerek. És én nem, ezt nem viccnek szánom. Én csak azt akarom mondani, hogy igen, súlyos a helyzet. És nem fog holnapra elfogyni az ember a földön. De ha lenne idő, akkor látja mindenki, hogy egy hazugság az, hogy túlnépesedés van, hanem sokkal inkább az ellenkezője a probléma, hogy túl kevés az ember. Ez Európa.eu, ez a hivatalos oldal az Európai Parlamentnek, megoldások az európai népesség csökkenésre és elnéptelenedésre. Eznek az egyik oka az öregedő népesség. Persze van más, elszívja a munkaerőt, a város, a vidékről elvándorolnak az emberek a népesebb területekre, de öregedő népesség az egyik. A várható élettartam növekedése miatt a népesség 30%-a várhatóan 65 éves vagy annál idősebb lesz 2070-re. Minden harmadik ember 65-nél idősebb lesz. Majd, hogy nem csak nem fogunk látni már fiatalokat. Népességcsökkenés 2015-ben az EU-ban tapasztalható volt az első természetes népességcsökkenés, vagyis több halálesetet regisztráltak, mint születést. A népesség hosszú távon várhatóan jelentősen csökken majd. Üdvözlet! Remélem hasznosnak találod ezt a videót, és amennyiben igen, az infobubble.hu weboldalon számos ilyen és ehhez hasonló tartalmat találsz. Arra kérlek, hogy oszd meg ezt a videót és lájkold, hogy több emberhez eljusson ez az üzenet, és találkozunk az infobubble.hu weboldalon.